Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Testvéreim, 7 órai szentmisénket Katalinért és családjáért ajánljuk föl. Jó Isten adjon nekik erőt, egészséget, hogy az ő akarata, kegyelme szerint irányítsák életüket. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istenne, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelme, Krisztus kegyelme. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add meg nekünk a te népednek, hogy virrasztó lélekkel várjuk egyszülött fiad eljövetelét. Kitartsunk kegyelmedben, és ahogyan ő tanította, az élő hit lámpásával siessünk eléje, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságot, mint a tenger hullámai. Nemzetséged annyi volna, mint a fövény, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Aki gyomorba szegődik, Uram, világosságban járja az élet útját. Aki gyomorba szegődik, Uram,
világosságban járja az élet útját. Boldog ember, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem marad a bűnösök útján, nem ül le a kevélyek közé. Az Úr törvényében leli örömét, azt forgatja eszében éjjel-nappal. Aki nyomorba szegődik, Uram, világosságban járja az élet útját. Olyan, mint a fa, melyet elültetnek folyóvíz mellé, idejében gyümölcsöt érlel, nem fonyad el a levél az ágain, bármihez fog mindenben boldogul. Aki nyomodba szegődik, Uram, világosságban járja az élet útját. Halleluja, 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 halleluja. Eljön a mi Urunk, siessünk elébe, Uram, meghozza az áldott békét. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtásaiknak. Furuljáztunk, de nem táncoltatom. Siránkoztunk, de nem zokogtatom. Eljött János, nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfiam, eszik-iszik, és azt mondják rá, lám a falánk borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium igéim. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Jézus a mai evangéliumban arról szól, hogy a gyerekek szeszélyesek, könnyedén váltanak játékot. Előfordul, hogy mire kiosztják a szerepeket, addig a többieknek vagy valamelyiknek már nincsen kedve azt játszani, amit elterveztek. Az ellenkezés, a szeszély minden játékot el tud rontani. De János, keresztelő János megjelenése, az ő megjelenése, Jézus megjelenése, az viszont nem játék. Az egy egész életre kiható, egy egész életet, életprogramot megvalósító üzenet. És ha a gyerekek el tudják rontani egymás játékát pusztán szeszélyből, mert nincs kedvem hozzá, ellenkezésből, Jézus azt mondja, hogy épp úgy egy életprogramot, egy életstílust, egy üzenetet is meg lehet hiúsítani magunkban, pusztán azért, mert nincs hozzá kedvünk, mert szeszélyesek vagyunk. A kortársak is, amire az Úr Jézus Krisztus hivatkozik, a kortársak az előfotált keresztelő Szent János bűnbánati beszédeire nem válaszoltak. Elutasították, mert azt mondták, hogy túl aszketikus, zord, életidegen. Aztán eljött az Úr Jézus Krisztus, és a mennyei atya megbocsájtó irgalmáról beszél, a szeretetről beszél, a jóságról, falánksággal, részegeskedéssel bélyegezték meg, csupán csak azért, mert szeretettel is jóságosan közeledett a bűnösök felé, sőt, nem átallott egy asztalhoz ülni velük, étkezni velük.
Jézust ellenfelei elutasítják, de Jézus arról beszél, és ez az utolsó mondat, az Isten bölcsességét azonban művei igazolták, hogy igen, el lehet őt utasítani, de éppen azok a tettek, azok valósítják meg Isten nagy terveit, amit az Úr Jézus Krisztus tett, hogy amit az ember nem lát át, amit esetleg a kortársak nem tartottak helyesnek és jónak, attól az még jó, sőt, Isten terveinek megfelelő. Ma is így vagyunk. Nagyon sokan, mondjam így, a gyermekekhez hasonlóan elutasítják az evangélium üzenetét. Nem komoly érvek, hanem pusztán a szeszélyek alapján, rossz hangulat alapján mondják, az evangélium élet idegen. Miért kell nekem szeretnem, hogyha egyszerűen valaki nem rokonszenves, akkor én miért szeressem őt? Miért bocsássak meg valakinek, hogyha egyszerűen engem megbántottak? Hát kényelmesebb, hogyha én is haragszom rá, hát hiszen ő is haragszik rá. Mi sem természetesen, hogy hasonlóképpen teszek én is. Vagy más alkalommal. Nem tudom elfogadni Isten terveit, mert szenvedést okoz. Hogyan lehetséges az, hogy ha Isten volna is, ő szeret bennünket, akkor a sok-sok gyermek miért szenved, és miért vannak rossz dolgok? Nem látom át igazában, mondják. Nem látom, nem tartom logikusnak Isten tetteit. S mögötte rendszerint saját vágyaim, bűnökkel terhelt életstílusom és önző érdekek húzódnak meg. Krisztusban, kedves testvéreim, a legtöbb esetben úgy gondolkodunk, mint a gyermekek, a játékukban nincs kedvem hozzá. Nincs kedvem felkelni, nincs kedvem jót tenni, nincs kedvem megbocsájtani, nincs kedvem szeretni, nincs kedvem templomba menni, nincs kedvem imádkozni, nincs kedvem hozzá. A kérdés, mi irányít engem? A kedvem? Ki az a kedv, aki engem irányít? Vagy pusztán csak saját egyéni vágyaim irányítanak, ösztönös vágyaim? Advent, és nem véletlenül, hogy éppen az Adventben olvastatja föl az egyház az Úr Jézus Krisztusnak a szavait, hiszen Advent programja, hogy minél inkább engedjük be Jézust az életünkbe, hiszen már az ajtó előtt áll és kopogtat, hogy ne a kedvünk, ne a szeszélyeink irányítsanak bennünket, ne egyéni ösztönös vágyaink, hanem maga az Úr Jézus legyen az, aki irányít engem. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy valóban legyen ott az életünkben Jézus, és engedjük, hogy formáljon, alakítson, hogy árassza ki kegyelmét, szeretetét az életünkben, és ezt meg is tudjuk valósítani. Amen. Testvéreim, szűzanyán közben járását kérve, forduljunk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy mi is a szűzanya bizalmával hagyatkozzunk a te gondviselésedre. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy miként a szűzanya, úgy mi is Krisztus hordozók legyünk a világban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy krisztusi küldetésünkben álljon mellettünk szűzanyánk, a jó tanácsnak anyja. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy apostoli fáradozásaink közben töltsön el minket a Szentlélek ereje és vigasztalása. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Halottainknak pedig minden buzgolkodásukért add bőséges jutalmadat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, élő Katalin testvérünknek és családjának a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, Te bőségesen adott kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják előtted szívüket, attól soha ne zárkozzunk el, hanem kegyelmedet befogadva tegyünk róla tanúságot az emberek előtt. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Elküldik az Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát, kinek tiszta szűzméhéből alászállt az örök igen. A szűzhöz így szólt az angyal, üdvözlégy teljes malasztal, a Szent Lélek megáldjékoz, áldott méhet gyümölcsöt. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsén, ebből lesz számunkra a lélek italam. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen áldozat. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházára. Kérünk Istenünk, engesztelje neki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és habár értemeink elégtelenek, megbocsájtó jóságoddal siess segítségünkre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünken. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsánna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt.
vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titkon. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk így imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Mert tél az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek. Béke a mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének együttműködésével. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit. Uram, Jézus Krisztus Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit. Irgalmad meg.
halmoz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök élete. Amen. Krisztus vére, őrizzen meg engem. Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessen. Jöjj hát, ó Jézus! Legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. Ami Úrunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Ámen. Könyörögjünk. Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Fiad Jézus néven hívod, ő váltja meg a világot, melyet oly rég tart a sátán, fogságban a bűnnek.
kereszt láncán, melyet oly rég tart a sátán, fogságban a bűnnek láncán. Ez nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban, melyet Jézus nekünk hagyott testamentumban. Jelen van itt test és vér, minden kincsel ez felír, ha elhagyjuk vétkeinket, minden jót ígér. Te benned van reményünk, életünk és ifjúságunk, egyedül csak téged kérünk, légy segítségünk.